Nagy tisztelettel köszöntöm valamennyi kedves nézőnket Kazincbarcikáról, ahol a Kazincbarcika, Color City Kazincbarcika vendége lesz majd az Akvitál FC Csákvár, Zsidai Ádám operatőr kollégám nevében is. Jó szurkolást, jó meccsnézést kívánok, Németh Zoltánt hallják a helyszínről. Hát komoly kis meccs vár az Akvitál FC Csákvárra, hiszen egy olyan csapat vendége lesz a elkövetkező percekben, amely hazai pályán kiválóan szerepel, erről majd részletesen beszámolunk. Előre szeretném jelezni, egy komoly félórás küzdelmünk volt, mire internetet tudtunk csiholni a közvetítésbe, úgyhogy ha néha-néha egy kicsit megszakad a közvetítés, akkor előre is elnézést kérek, folyamatosan dolgozunk, hogy javítsuk a lehetőségeket. Általában innen könnyedén szoktunk tudni közvetíteni, most valamilyen telekommunikációs hiba lehet, úgyhogy igyekeztünk a lehető legjobbra felhúzni a közvetítést, amennyire csak lehet, de mondom még egyszer, majd folyamatosan figyeljük, reméljük nem lesz fennakadás benne. Nagy meglepetés, nem lesz tiszta fehérben az Akvitál FC, és igazából nagy meglepetés a hazai csapat mezén sincsen, megszokott kék mez és kék sportszár, valamint sárga nadrágban a Kazincbarcika. Nézzük az összeállításokat a hazaiaknál. 22-essel Bánhegyi Bogdán Tamás, 5-össel Szekszárdi Milán, 6-ossal Heil Walter, 8-ossal Kártik Bálint, a volt csákvári játékos, 14-essel Csatári Gergő, 15-6-ossal Süttő Attila, 18-assal Ternován Patrik, 19-essel Pető Bence, 33-assal Varga József, 74-essel Pinte Patrik, és 91-essel Dobozi Krisztián, Csábi József vezetőedző együttesében. Hamarosan mondom a kispadot, illetve mondom majd az Akvitál összeállítását is, de most már várjuk meg, hogy elkezdődjön a mérkőzés, hiszen már ott van a kezdőkörben az Akvitál játékosa, 34-essel Dusinski Szabolcs, és mindez azt jelenti, ez két dolgot jelent, egyrészt, hogy Dusinski bekerült a kezdőbe, de erről majd később néhány másodperc múlva beszélek, illetve azt is jelenti, hogy nyilván az Akvitál kezdi a mérkőzést. A találkozó játékvezetője Farkas Tibor, a tartalékjátékvezető Szigetvári Márk, a segítők pedig ifjabb Varga Gábor, illetve Kovács Gábor, és ebben a pillanatban el is kezdődik tehát a találkozó. A hazai kispadon tehát Megyeri Gábor, 1-essel, 52-essel Király Mátyás, 7-essel Ádám Ferenc, 9-essel Ian Patrick Gante, 10-essel Szabó Balázs, 17-essel Kurdis Levente, 29-essel Vince Dániel, 70-essel Pekár László, és 77-essel Kotula Máté, Csábi József együttesében. Ami az Akvitált illeti, a legutóbbi fordulóhoz képest, amikor ugye még a válogatott szünet előtt, két héttel ezelőtt a Pécs ellen tudtunk nyerni hazai pályán 1-0-ra, ahhoz képest kettő változás van, miközben egy lendületes hazai megugrás, de kiengedi a labdát Karacs, úgyhogy kirúgás következik. Szóval annyi változás van, hogy kimaradt az eltiltott Szalai, ugye begyűjtötte Szalai Péter azt a bizonyos sárgalapot, ami után egy meccses pihenő jön, úgyhogy a szélsővédőre nem számíthat ma Tóth Balázs vezetőedző, illetve sajnos a mai napon nem számíthat Ominger Gergő játékára sem, akinek ki kell hagynia ezt a mai mérkőzést, ami azért is nagy veszteség, mert az elmúlt fordulókban az egyik legjobb Akvitál játékos volt. Ominger ma azonban nem játszott. De hát minden rossz dolog hoz magával egy jót is, hiszen így például bekerült a kezdő csapatba két olyan fiatal, akik bizonyíthatnak a mai napon. Ugye a védelemben majd ott lesz Nahirni Artem, Szalai helyén a középpályán pedig Dusinski Szabolcs, aki csereként már itt tavasszal rendre jól szállt be a csapatba, most kezdőként bizonyíthat az Akvitál mezében. Így ezek ismeretében a kezdő csapatunkra, ahogy mondtam, ez a két változás volt, több változás nincs. 1-essel Zelizi Patrik, 4-essel Babós Levente, 5-essel Karas Dániel, 7-essel Tamás Nándor, 10-essel Szakály Dénes, 16-ossal Mészáros Dávid, 22-essel Nagy Zoárt, 23-assal Nahirni Artem, 27-essel Murka Benedek, 34-essel Dusinski Szabolcs és 77-essel Gazdag Vajk. Jön a beadás, és a biztosra ment Murka, kifejelte, úgyhogy szöglet következik majd a mérkőzésen. Hamarosan. A kispadonról is beszámolhatunk örömteli dolgokról, miközben Kártik megy elvégezni az első szögletet. A kispadon pedig annyi örömhírünk van, hogy két régóta sérült Akvitál játékos ott van most már, legalább a kispadra leülhetett, így például az a Farkas Aurél, aki válsérülést szenvedett még a Budafok elleni mérkőzésen, és azóta nem számíthat rá a szakmai stáb, nem számíthatott rá. Most már eljutott odáig Aurél, hogy a kispadra odaülhetett. Hát egy kicsit lassan jön be ez a szöglet, vagy egy perc elmegy vele. Megfontolt sarokrúgás, próbálják megcsúsztatni a
rövid saroknál megakadt két játékos között, és végül kirúgta azt. A lakítály védője Tamás Nándorral szemben úgy tűnt szabálytalankodtak, lent is marad, de a játékvezető nem csak nem fújt, hanem nem is mutat semmit. Tamás még mindig a földön. Most várni kell a bedobással, az akvitál dobhat majd. Minden is úgy tűnt, hogy elérte Tamás Nándor lábát a barcikai védő. A játékvezető azonban nem látott okot arra, hogy közbe avatkozzon. Elég komoly szél van egyébként, itt kapaszkodom én is minden létező eszközben, nagy elfújja a szél. Abszolút hőmérsékletileg teljesen rendben van a helyzet, nagyon vékony fátyol felhők az Izbarcika fölött, de azért a szél fúj, úgyhogy ez esetleg itt befolyásolhatja majd a meccset. Most egyébként a Kazincbarcikát segíti, tehát ha távoli lövéssel próbálkoznak majd esetleg a hazaiak, akkor figyelnie kell mindenféleképpen majd kapuban Zelizinek. Ami a forduló további párosításait illeti, itt a 26. fordulóban egy mérkőzést már lejátszottak Mosonmagyaróvár Nyíregyháza a tegnapi napon 0-3 emlékezetes gólokkal. Nagy Dominik 4 másodperc után középkezdésből dobott, illetve lőtt gólt, miközben a dobott szó azért csúszott ki a számon, mert ilyet is ritkán látni, rossz, illetve szabálytalan dobás miatt az akvitál megkapja a labdát. Szóval nagy gólt szerzett középkezdésből, 4 másodperc után szögletből is gólt lőtt a Nyíregyháza, amely végül nagyon magabiztosan 3-0-ra nyert, azok után, hogy az elmúlt fordulókban nem tudott győzelemhez jutni a listavezető, most behúzta a meccsét. Korábban kezdődött a Soroksár Szombathely és a Budafok Honvéd mérkőzés, ezek már zajlanak. És ha jól látom, az 50. perc tájékán járunk, mind a két meccsen gól nincs egyik találkozón sem, tehát 0-0 az állás. Velünk egy időben Pécs, Kozár Misleny, Vasas BVSC, Ajka Gyirmót és Szeged Csanád Tiszakécske mérkőzéseket rendeznek, és majd 20 órától a holnapi napon, vagyis április 1-én, húsvét hétfőn Eto FC Győr BFC Siófok találkozóra kerül sor. Egyelőre nagy helyzet nem alakult ki, 6. perc a találkozón, annak is már a legvége. Ugye hát nem beszéltem a két csapat tabellán elfoglalt helyéről, igazából nagyon egyforma, nagyon hasonlít, nem is teljesen egyforma. Mind a két gárda 25 meccsen szerzett 33 pontot. A 33 ponttal pedig ott vannak a tabella közepén, az Akvitál ugye a 8., a Kolosziti Kazincbarcika a 10., azért van előrébb az Akvitál, mert a csapatunknak több győzelme van. Ugye az Akvitál 9 győzelem, 6 döntetlen, 10 vereség, a Kazincbarcika 8 győzelem, 9 döntetlen, 8 vereség, 33 pont ugye mind a két csapat neve mellett, egyébként összesen 4 33 pontos csapat van. Az Akvitál 28-32-es gólarányjal áll, Kazincbarcika 26-29-essel, Nagy Zavárt közben lesről lépnek ki, de is inti, az asszisztens szabadrúgás lesz majd a hazaiak javára. Ugye a tabellán a Nyíregyháza a tegnapi sikerével 58 pontos, most már 48 pontja van az Etónak és a Vasasnak, 45 a Szegednek, 42 a Kozár Misleinek, nekik nem kell hátrafele nézegetni, a többieknek azért úgy oda kell pislogni. Én úgy gondolom 35 pontos a Gyirmót, 34 a Soroksár, 33, ahogy elmutattam, a Csákvár, a Honvéd, a Kazincbarcika és a Haladás, 31 az Ajka, 30 a BVSC, 27 pontos a Budafok, és szintén 27 fontos, de már kieső helyen áll a Pécs, 24 pontja van a Siófoknak, 19 a Tiszakécskének, 11 a Mosonmagyaróvárnak. A Mosonmagyaróvárnál már ki is mondták, hogy igazából ők már az NB3-ra készülnek, következő szezonra építik a csapatot, hogyha 4 kieső helyből egy már tulajdonképpen elkelt, nagyon nehéz helyzetben van a Tiszakécske is, de a többiek még abszolút versenyben vannak.
Nagy Zoárd mellel ki. Engedi, nincs ezzel semmi baja, biztos, hogy választotta, nem akart ott kísérletezni azzal, hogy helyzetbe hozza, míg a végén esetleg az ellenfelet felesleges kockázatot nem vállalt az Aquitán játékosa. Az előbb is Kártik vitte ki a labdát, de nem ő végezte el, és most sem, de ott marad. És lehet, hogy egy kis szögletet rúgnak azért. Nem, ez jól jön be! És biztos vagyok benne, hogy nézte korábbi csapattársa Auerbach meccsét Zelizé, mert ment a labdára. Nem szeretett volna ő is közvetlen szögletből gólt kapni. Karacsa labda mögött. Az Aquitán a legutóbbi 5 meccséből 3-at megnyert, 2-t elveszített, tehát nem játszott döntetlent, ami pedig a Color City-t illeti a legutóbbi 5 meccsén. 1 győzelem, 1 döntetlen és 3 vereség a csapat mérlege. Nagyjából ennek köszönhető egyébként, hogy az Aquitán utolérte mai vendéglátóját. Nagyon egyszerű a képlet, aki ma nyeri ezt a meccset, az egy kicsit lerázza mostani ellenfelét magáról, döntetlen esetén pedig nyilván kéz a kézben lépnek a 33 pontos csapatok táborából a 34 pontos csapatok táborába. Az jó labdaszerzés, Dusinski volt az, aki kikotorta a labdát Kártik elől, Szakály. Nagy Zoárd felé a labdát, a túlságosan erős elhalásza a kapus. A labda szerzés mindenféleképpen dicséretes, mondom még egyszer, Dusinski esetében ez egy nagy lehetőség, hogy akár meg is ragadjon még a kezdőcsapatban. A Budafok ellen is nagyszerűen szállt be, az Aquitán 34-ese, abszolút tevékeny részese volt ott a fordításnak, amivel nyert az Aquitán. Babus belsőzte ki. A válogatott szünetben, ott volt az 21-es válogatottnál. Kártik, már kint volt a labda, már azelőtt, hogy ő bele rúgott volna, úgyhogy dobásra jött az Aquitán, de meg kell várni még a szerelés igazítást. Ez egy szép váltás, viszont nagyon szép a szerelés is. Nahir Nil csúszott oda. Szöglet. Most jön be a labda hosszú oldal fele, ott senki nincs, úgyhogy kirúgás lesz. Így. Kazincz Barcik egyébként főleg kiváló hazai szereplésével gyűjtögette a pontokat, és ez különösen érdekes az Aquitán szempontjából. A barcikaiak tucatnyi meccsükből, amit itt játszottak hazai pályán, csak egyet veszítettek el, 5 győzelem, 6 döntetlen, és mindössze 1 vereség, 12 meccsen csak 10 gólt kaptak hazai pályán, ami kimondta jó mérleg, és tehát a 33 pontjukból 21-et hazai pályán szereztek, és csak 12-t idegenben, tehát főleg ők hazai pályán gyűjtögetik a pontokat, győzelmeket, ami pedig az Aquitánt illeti, mi kimondta jól szerepelünk idegenben, ugyanis egyel több meccset játszottunk otthon, mint idegenben, viszont mégis idegenben szereztünk több pontot. Mert hazai pályán 13 meccsen 16 pont, idegenben 12 meccsen 17. Vendégként pozitív a mérlegünk, 4 győzelem, 5 döntetlen és 3 vereség, 15-14-es gólarányjal. Ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy itt Kazincz Barcikán azért nem sok babért el, mert az elmúlt években az Aquitánnak,
talán a leggyakoribb eredmény emlékeim szerint a 2-0-ás hazai siker volt, úgyhogy mindenképpen vigyázni kell, oda kell figyelni. A rutinos Varga József adott most egy nem túl pontos paszt csapattársának. Gyakorlatilag ő már a Debrecen, hát fogalmazok így, kölcsönjátékosaként van itt, emellett pedig már dolgozik is a Lokinál, már a pályafutása utáni éveit alapozza meg Varga, de hát mindenféleképpen egy rutinos játékosról van szó, aki sokat segíthet mostani csapatának. Na nézzük, mi újság a többi pályán. Egy gól esett, a Kozár Mislány vezet a Pécs vendégeként. Mondhatni, a papírforma és a Pécs egyre nagyobb bajban. Így. A két baranyai gárda közül azért most már ebben a szezonban egyetlenül a Kozár Mislány számít úgymond vezércsapatnak, hiszen ott van a tabella élvonalában, és hát nagyon komolyan ostromolja most egyelőre a Vasas-Győri Eto duót. Nagyon úgy néz ki, hogy a Nyíregyházát, ha valaki be is tudja fogni, az elképzelhető, de hogy két csapat is megelőzze, azt nehéz most elképzelni, úgyhogy azt nem mondom, hogy elkelt már egy feljutóhely, de hát igen, kiváló pozícióban várja a bajnokság hajráját a Spartacus, talán ez a legjobb megfogalmazás. Murka nem fér labdához, és nem tudunk felszabadítani, ami nagy baj. Más kérdés, hogy a hazaiak sem adnak másnak most pontos labdát, úgyhogy visszaáll az Aquitán védelme. Kártik ki a szélre, jó a kényszerítő, mondom én, de mégsem, hát nem lehetett azt elérni, hiába játszott össze Csatári és Ternován, nem lett belőle veszély. Hát nyilván e két csapat közül azért egy Kozár Mislény PMFC meccsen előbbinek szurkol, ha fogalmazhatunk így, mind a két gárda, hiszen a Pécs olyan pozícióban van, amely nézze, két győztes meccsen van, akár az Aquitától, akár a Kozinc Barcikától, nem feltétlenül baj, nyilván egyik félnek sem, a mögöttük álló csapatok nem szereznek túl sok pontot, de hát a legjobb az mindig, hogyha nyer az adott csapat, be kell húzni a saját meccseket, és akkor nagy baj nem lehet, nem kell hátrafele tekingetni. Gazdag gyűjti be a labdát, nyilván minden meccset mindig nem lehet megnyerni, ez is benne van a pakliban, de hát itt most egy közvetlen rivális ellen mind a két csapat szeretné nyerni, még ha egyelőre ez a helyzetek számában különösebben nem is látszik, mert nagyon nem kerültek veszélybe még a kapuk. Dobás lesz, na de ki lesz a kiválasztott, nem olyan lehetett megtalálni senkit. Mészáros Dávid mehet tovább, dobhatnak a vendégek, itt most nem, illetve a hazaiak nem voltunk úgymond a helyzet magaslatán ezzel a bedobással, ott meg Nagy Zoárd volt szabálytalan, ez sem fújta le játékvezető, de ezt lefújta. Nem fújta le, bedobás lesz, csak a sérülés miatt állította meg a játékot, engedi a kemény dobkapokat a játékvezető, ha nagyon nem variálja túl a kérdést. Itt én ezt lefújtam volna egyébként gond nélkül, meg lefújtam volna itt, ami még a meccs elején Tamás Nándor elleni szabálytalanságot, és mind a kettőt elengedte a Spori. Hát amíg az ápolás megy, akkor még egy részeredmény az NB1-ből, mert az OTP Bank Ligában is zajlik éppen meccs. Paksújpest 1-2. Dolnai csapat picit elfáradt itt a szezon végére, úgy tűnik. A megyeri útiak vezetnek jelen pillanatban Pakson. Itt a Merkantil Bank Ligában a többi pályán nincs gól, csak az az egyetlen egy, amiről már korábban beszámoltam, a baranyai rangadón, PMFC Kozár Mislény 0-1 jelen pillanatban. Nagy Zvárd is odament elnézést kérni, reméljük nincsen komolyabb gond, komolyabb sérülés. Szekszárdi Milán maradt lent.
vállát fájlalja. Hát ha valaki, akkor mi tudjuk, milyen rossz egy vállsérülés, hiszen, ahogy mondtam, Farkas Aurél Budafokon sérült meg a vállával, szerzett vállsérülést, és még csak most ér vissza. Hát ezek a bedobásokat nem nagyon tudjuk megoldani egyelőre. Nem is nagyon segítették azért a többiek sem. Nahirnit. És közben szerencsére Szekszárdi visszatért, nincs komolyabb sérülés. Varga kezében a labda. Visszafejeljük, sikerül is kiemelni, nagy, visszahúzzák, ez lap lesz. Szekszárdi kap sárgát. Szóval nagyon nem lehet vitatkozni, duplájára nyúltam ez. Itt pedig igazából nincs is mérlegelési lehetőség a játékvezetőnek, ez sárga. Mindez a 20. perc elején. 0-0-nál igazából helyzet sem volt még, amit fel kellett volna írnunk, vagy feljegyezhettünk volna. Komoly fejpárbaj, amiután elhozzák most a hazaiak, de aztán jó lett végül. Hát nem közvetlenül lett jó az indítás a Karacsnak, végül Vargáról odapattant Szakályhoz. Dusinski, még egyel tovább, Murka. Ugye most a szél ellenünk dolgozik, ezt mondom még egyszer, de a második fél időben meg kellene próbálnunk majd élni ezzel. A hazaiak egyelőre nem nagyon lőnek messzire, nem engedném ki, mert szerintem az szöglet lesz, így van. Ezt lehetett látni, hogy szöglet lesz, nem is nagyon értettem, miért engedte ki a hazaiak játékosa. Lehet, hogy az zavarta meg, hogy Dusinski támadta a labdát. Na nézzük, az első csákvári szöglet vajon hozzá helyzetet. Eddig még nem volt helyzet a meccsen. Ez marioknyi csákvári szurkoló elkísérte a csapatot, ők most nagyon örülnének ott a Kazincbarcik a kapuja mögött. Varga csúsztatja ki. Egyelőre nincs csákvári lövés vagy gól, amit ünnepelhetnének. Dobhat az Akvitál. Nagy. Hoppá. Nem a jó fele ment az a labda, de jön Zelizi. Babús fejéről pattant saját kapuja felé a labda, aztán próbálták Pinte Patrikot kiugratni, de hosszú volt a labda. Dusinski. Tett egy tiszteletkört, aztán visszafordul inkább. Közben a Pécs kiegyenlített a Kozár Miszlény ellen, a Vasas pedig megszerezte a vezetést a BVSC-vel szemben, úgyhogy két gól az elmúlt percekben itt a fordulóban. Vasas BVSC 1-0 és Pécs Kozár Miszlény 1-1. A baranyai rangadón tehát sikerült egyenlíteni a hazai csapatnak, és nagyon nem funkcionál Szekszárdi válla. Ebből lehet, hogy csere lesz, Kártik megy reklamálni, szerintem még mindig emiatt. És cserélni is fog a hazai csapat, már ott készül valaki a kispadon, úgyhogy ez egy kényszerű változtatás most. Valószínűleg ráesett a vállára Szekszárdi Milán, ezért kell cserélni, nem. Megpróbálta az ápolás után, de nem tudja folytatni. Pekár jön, ha jól látom. Mondjuk úgy rutinosabb lesz most a Kazincbarcika, azért Pekár is már pár nagy csatát látott NB1-ben, NB2-ben egyaránt. Így van, Szekszárdi helyére
Pekár áll be. Mindez a 23. percben, a meccs negyedénél. Szekszárdi volt az egyetlen sárga lapos itt a mérkőzésen eddig. Dobhatnak a hazaiak. Nem ment ki, sikerült még a vonalnál megtartani. Karacs, Dusinski belepörget, de kihúzták két ember közül. Kártik, az nagy mentés volt, ez pedig egy szabadrúgás a pálya közepéről a hazaiaknak. A BVSC, illetve a Vasas BVSC meccset olyan szempontból is érdemes nézni, hogy az Aquitán majd a következő fordulóban fogadja a Vasast, aztán majd innen utána három meccsel később meg megy a BVSC-hez, tehát ott két elkövetkezendő hetekben ránk váró ellenfél találkozik egymással. Nyilván a papírforma azért a Vasas sikerét jósolta, egyelőre ezt tartja is a Vasas. Pekár passzolja hátra, Szakály csúsztatott bele a labdába, majd támadja a kapust, kivágja a hazaiak hálóőre, és itt vigyázni kell, Murka passzolja haza, Zelizi emeli ki. Pekár. A sarkazás nem jó, és most megy ki a labda. Süttő végzi el a bedobást. Szél meg is nyomta, meg még sikerül is megcsúsztatni. Kirúgás jön. Hát egyelőre lehoztak 25,5 percet simán a csapatok. Nem hogy kapura lövés, de még veszélyes kiugrás vagy olyan szituáció nélkül, ami ígér némi adrenalin löketet. Nem nagyon jött ez össze, de hát nem is kell túl sok helyzet, ha nyerünk, persze. De azért nyilván a szép focinak sem lennénk ellenére. Főleg ha az Aquitán játsza. Pekár. Mészáros elégedetlenkedik. Lökött. Pekárt lökte el. Elrúgta a labdát is. Ez is lehetett volna sárga. Itt most megköszönhetjük, hogy nem adott a játékvezető. Sütő hátul maradt, sőt, ő sem maradt, tehát volna nincs hátul senki most a Barcikánál. Elég bátran itt hagyják a területet, igaz, hogy az Aquitán gyors játékosai is visszamentek ennél a szituációnál. Na nézzük, mi lesz ebből. Szabadrugás, Karacs vagy szabálytalan Kártikkal szemben. Kozár Misleny nem hagyja annyiban a dolgot. PMFC Kozár Misleny 1-2. Úgy látszik a forduló gólgazdag meccse, ez a baranyai rangadó lesz majd. De nézzük most ezt a szöglete felérő szabadrúgást. Azért ebben benne van a veszély. Megfelelően nagy is a készülés, Pekárnak teszik vissza lövésre. Ez veszélytelen volt. Kísérte őt gazdag. Talán egy élesen belült labda azért veszélyesebb lett volna. A
az Elizi a labdával, 28 perc telt el a mérkőzésből. Ha összefoglalót kellene csinálnom ebből a meccsből, komoly bajba lennék. Murka. Támadják a kapust, úgyhogy Zelizi nagyon nem dajkálgathatja, nem is teszi ezt meg, fellövi. Hangosan kiabált Nagy Zoárd Tamásnak, hogy hagyja. Tamás Nándorról megy ki, és dobhatnak a hazaiak. Tamás fejeli vissza. Dusinski. Tamás. Óriási a népsűrűség. Gazdagot látta szabálytalannak a játékvezető. Név Néz Karacs kérdőn a játékvezető, de nem ellene fújt. Még az előző megmozdulásnál fújt a játékvezető. Na, hoppá, közben a 75. percben a Budafok vezet a Honvéd ellen. 1-0. Nagyon döcögősen indult ugye Dajka László karrierje Budafokon, épp ellenünk mutatkozott be a csapat kispadján, és ott nyerni tudtunk. De most a Budafok viszont megszerezte a vezetést, ami nagyon-nagyon sokat érhet neki. Varga. Jó volt a blokk, ez így bedobás. És mivel nagyon a hajrában vagyunk, a Honvédnak kapkodnia kell, ugye az egyik 33 pontos, velünk együtt 33 pontos csapat a Honvéd közvetlen riválisa, a Kazincbarcikának is és az Akvitálnak is. Sarokkal a szép megoldás, de az ki fog menni, el kell engedni, így van, kirúgás. Minden esetre a hajrában a Budafok előnyben a Honvéd ellen. Közben az OTP Bank Ligából akkor egy végeredmény, Paks Újpest 1-2, nyertek a fővárosiak. Jó volt a mentés, dobhatnak megint a vendéglátók, Varga kezében a labda, nem túl nagy meggyőződéssel futott arra Csatári, nem is kapta meg a bedobást. Aztán viszont megoldják jól a hazaiak, Varga tovább, Pekár még be tudja lőni. Karacs úgymond lekészítette Mészárosnak, ő meg kibombázta. Nem nagyon tud olyat csinálni egyébként Mészáros, amit egyszerűen a játékvezetőnek. Ebben én nem éreztem akkora súlyú összecsapást. Érdekesen fújja a spori, mert elenged egyértelmű dolgokat, ami szerintem egyértelmű szabadrugás, az lefújja annokat, hogy most felugranak ketten csatázni a levegőben, labdára. Hát nem tudom, én ezt nem fújtam volna le, de hát nyilván nem én fújom a meccset. Itt korábban meg egyébként le lehetett volna több szabadrugást fújni. Pro és kontra. Érdekes. Most minden esetre nagyon kell figyelni. Pont a szél is úgy fúj keresztbe nagyjából a pályán, ahogy a szabadrúgás szöge áll a kapuval szemben, úgyhogy azért ez egy jó helyzet. Belövi középre, Pekár, de elakad, bedobás, jól van. Ebben is több volt, mint ami lett belőle. Így most már a bedobás az Akvitálé, Szakály. Közben a negyedik 33 pontos csapat is hátrányba került, mert a Soroksár vezet a haladás ellen. Miközben a Pécs másodszor is kiegyenlített a Kozár Mislennyel szemben. Nagyon egy kiki meccset hoz egyelőre a baranyai rangadó, ott 2-2 az állás.
16 órás meccsek, ugye 79. percben járnak, Soroksárhaladás 1-0, Budafok Honvéd 1-0, velünk egy időben zajló meccseken Ajka Gyirmót 0-0, Pécs Kozár Miskolc 2-2, Szeged Tiszakécske 0-0, és Vasas BVSC 1-0. Itt pedig ugye 34. perc, Color City Kazincz Barcika, Akvitál FC Csákvár 0-0. Varga kezében a labda. Szakály. Hát lehet, hogy Tamás Nándi ezt elengedi, akkor jobban járt volna, mert megkapta volna Nagy. Most próbál labdát szerezni Nagy Zoárd. Nem nagyon sikerült ott megtalálni ott elől centerben eddig a mai mérkőzésen. Az elmúlt fordulókban ő is azért szerzett gólt, illetve Simon is. Aki most a kispadon kezdi a mérkőzést, ugye Simon legutóbb csereként beállva eldöntötte a Pécs elleni találkozót. Szakály, az jó, az nem volt le, Szakály az nagy labda volt, Tamás Nándor, Tamás Zitzerben, és sikerül kihagyni. Ó, mekkora Zitzer maradt ki, Nándi, azt oda kellett volna lőni erőből a hosszú alsóba. Szakályt dicsérjük, mert zseniális indítás volt ez a 35. percben. A meccs eddigi egyetlen és legnagyobb helyzete. Kis túlzással Tamás oda rúghatta volna, ahova akarja, nem találta el ott jól, és leért a kapus, a kipattanónál pedig mentettek Nagy Zoárd elől. Ó, mekkora helyzet volt ez! És elnézve ezt a meccset, nagyon kevés az ígyszer, nem biztos, hogy lesz majd még sok ilyen helyzetünk. Ezeket be kell lőni. Kíméletlenül be kell lőni. De kár ezért a lehetőséget, én már Ben láttam. Jó, Ben szerettem volna látni, persze. Hú, mekkora helyzet maradt ki. Gyakorlatilag nem is volt ezen kívül lehetőség az egész meccsen. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az első kaput eltaláló próbálkozás, az első helyzet. És hát hangsúlyozom még egyszer, Szakályra gyönyörű labdát tett. Mélységből jött Tamás, nem lehetett szólásról, minden együtt volt egy gólhoz, sajnos nem tudtunk élni a helyzettel. Az viszont szerintem még innen nézve is labda volt. Nahirni. Volt szabálytalan a játékvezető szerint. Arról az oldalról már sokadik szabadrúgását lőheti a hazai csapat. Jöhet a szabadrúgás, 37. perc. Egy hazai védő kivételével mindenki a csákvári 16-oson belül. Jól is jön be, de jól emelkedett Nagy Zoárd, aki hátra ment védekezni. Ezt nem tudta jól kapura húzni. Heil. Zelizi meg gyorsan nyomja előre. Tamás Nándor megfut. Ezt most lefújja a játékvezető. Pekár. Volt szabálytalan. Most már egy hasonló szituáció, akkor nem fújt a játékvezető a meccs elején, most lefújta Tamás megiramodását. Mészáros marad vissza nálunk. Tamás Nándor is ott marad a 16-os előtt, ő azért nem feltétlenül a fejeseiről híres, de hát aki pattanóból tud egy jót lőni.
Most be kell gyűjteni a labdát, meg spurizni vissza, mert Vargáé lett a kipattanó, de szerencsére Varga elrontja. Meg gyorsan elvégezzük a bedobást, és kihasználjuk, hogy nincs les. Nagy Zoárd. Nagy most nincs ott középen, így viszont jó volt az a belült labda, csak nem tudjuk oda tenni lövésre senkinek. Gazdag. Dusinski. Dusinski lövi be. Nagy Zoárd lekészíti, el kell lőni. Lecsorog az egyik védőről. Murka, és szöglet lesz belőle. Jó, van most húzamosabb ideig ott tudjuk tartani a labdát a hazai kapu előtt. Nem volt ez rossz meglátás, a gyorsan elvégzett bedobás. Próbáltuk kihasználni a meglepetés erejét, és azért addig-addig keveregtünk, majdnem meglett a helyzetünk is hozzá. Szakály a szöglettel. Oda kéri a rövid sarokra Dusinskit. Ezzel el is hozott egy védőt nyilván Dusinski. Próbáltunk kapásból lőni. Nem baj, meg kell próbálni, nincs ezzel baj. Ez egy védő is, és egy csáfari játékos is földre került nagy tusakodásban. Én azt gondolom, hogy le is fújta volna a játékvezető azt a szituációt, hogyha esetleg veszélyesebb ez a lövés, vagy okoz valami játék megszakítást, és akkor szabad lett volna kifelé. Ott volt, emelte a száj ez a sípad, de aztán látja, hogy úgyis kirúgás lesz, így nem fújt bele. Nem történt semmi, kirúgás. Na nézzük. Nyilvisság a többi pályán. Van változás? Gyorsan átfutom az eredményeket. Úgy tűnik, hogy nincs. De van a haladás, kiegyenlített Soroksáron. Soroksár haladása 86. percben 1-1. Úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy a forduló előtt 33 ponttal álló 4 csapatból a Honvéd van a legközelebb ahhoz, hogy pont nélkül maradjon, hiszen hátrányban van Budafok otthonában, ráadásul csak 4 perc van hátra a meccsből ott már. Nahir Nil lövi át a hosszú oldalra Tamás Nándor felé, de jön a kapus is, és ez az ő zsákmánya lesz. Azért könnyen lehet, hogy Szekszárdi Milán ápolása miatt majd lesz valamennyire adás, de nem hiszem, hogy sok hosszabbítás várható. Azért is érdemes majd most már lassan-lassan foglalkozni ezzel a kérdéssel, hiszen a 42. perc is megkezdődött már az első fél időben. És most van egy kis szabad terület, Pekár lövi el veszélytelen. Hát kapura lövése most már van a hazai csapatnak is, kaput eltaláló még nincs. Pekár durrantott fölé. Zelizi állítja le a labdát, ő fogja majd elvégezni a kirúgást. És most nem lesz, nem passzoljuk ki, hanem kirúgáson az egyértelműen látszott, hiszen mindenki elment fel, majdnem a félpályáig. Nagy Zvárd visszamaradt megcsúsztatni, nem sikerült, aztán az órát fájlalja. Hát, hogy összefejelt ott a hazaiak játékosával. Szakály, nem tudja elhozni, most lehet ápolni. Igen, valószínűleg összefejeltek ott, hogy mentek a labdáért. Nem kell lemenni. De igen, egyértelműen ez történt. Mind a két játékos ment a labdáért. Összefejeltek. Most már rendben van Nagy Zoárd. Ment is tovább a bedobással. Kártik, Varga visszateszik a védelembe. Hely! Szakály üldözi Vargát, és most már gyorsabb döntésre kényszeríti.
A szép eddig, de sikerül felszabadítani egy kicsit. A szépségben most belehaltak a hazaiak. Mehet tovább. Karacs emeli ki. Szóval le sem volt a hazaiak támadója, ez így Zelizier. Karacs reklamál ezerrel, Zelizi meg kidobja a labdát. Sőt, Karacs nem is reklamál, Tamás Nándorral veszekszik. Hú, de nagyon, nem kicsit, nem elégedett a szélsővel. És kell lenyugtatni, ilyet is ritkán látni, mérges Karacs. Valószínűleg nem tartotta be Tamás a taktikát. Ezért volt mérges Karacs, hát ilyen vezérnek, ilyennek kell lenni, amikor meg kell mondani a tutit, akkor meg kell mondani a tutit, nincs mese. Még a játékvezető is figyelmezteti, ezért tényleg ritkán látni ilyet. Hát nyilván ezt majd meg fogják beszélni az öltözőben, de ez nem feltétlenül rossz dolgok ám ezek. Karacs. Murka. Nagy, lekészíti Dusinskinek. Tamásnak le kellett fékezni, hogy ne legyen les, de így is les volt. Én is azt hittem egyébként, hogy egyből tovább pörgeti majd nagy kéde a szélre, de a melkasa végül visszakészített, úgyhogy így Tamás Nandi lesre futott. Lefékezett, de már későn ezek szerint. Na, mennyi lesz a hosszabbítás? Lejárt a rendes játékidő, egy perc ráadás, amely el is kezdődött. Most már tehát a hosszabbításban vagyunk. Most már nagyon figyeljünk, nehogy ott most ez a jobboldali akció végül most okozzon gondot a ráadás pillanataiban. Tovább pörgetik. Szép mozdulat volt, de magasan elment a kapu fölött. Pinte Patrik volt az, aki bemutatta. Zelizi állítja le, és az a gyanúm, hogy mire elvégzi a kirúgást, utána lassan jöhet majd a félidő. Nézze is az óráját a játékvezető. Na, nem lesz semmi, mind a két csapat szeretett volna szabadrúgást elérni, nem sikerült. A szünetben tehát Color City Kazincz Barcika Akvitál 0-0, egy nagy helyzete volt az Akvitálnak, Tamás Nándor azonban nem tudta végül bevenni Bánhegyi Bogdán Tamás kapuját, gól nélkül zárult tehát az első játékrész, innen folytatjuk majd.
Jöhet a második félidő, amelyet értelemszerűen a hazai csapat kezd, miután az elsőt az akitál kezdte, és hogy elnézem, nem volt csere sem egyik, sem másik oldalon, ugyanazok a 11-ek folytatják majd a játékot, akik abba hagyták az első félidő végén a szünetben, tehát 0-0 az akvitának volt egy nagy helyzet eddig a mérkőzésen. A 35. percben Szakály zseniális kiugratásával Tamás Nándor léphetett kézben, nem tudta elrúgni a labdát a kapus mellett, aztán a bevetődő Nagy Zoárd elől pedig mentettek, úgyhogy így maradt a 0-0. Meglátjuk majd, hogy a szünetben egyik vagy másik szakvezető, ugye a hazai oldalon Csábi József, az akvitánál Tóth Balázs, milyen instrukciókat adott csapatainak, mennyiben változik esetleg majd a játék képe az elkövetkezőkben. Dobhat a hazai csapat Varga a labdával. Kártik, nem volt jó passz, itt viszont megelőzik Szakályt Varga, és ezzel a hazaiak megpróbálnak elindulni. Ternován belövi középre, fölpörgeti Karacs, de ezzel még nem szabadul fel a kapu. Nagyon okos megoldás volt Ternován, és így szöglet lesz, mivel beleárt Nahini a labdába. Picit könnyelműen szórtuk most el talán a labdát, jobban meg kell becsülni. A 16 órás mérkőzések véget értek, Budafok Honvéd 1-0, Soroksár haladás 1-1. Azt tehát biztos, hogy a 4-33 pontos csapat közül a Honvéd maradt, 33 pontos, haladás 34-re lépett. Hát, hogy itt a másik kettő hogy végez, majd meglátjuk a meccs után. Kifejeljük, de nem a legjobb helyre. Fel kellene most már szabadítani végre. Mehet tovább. És szabadrúgás kifelé. Kicsit kényelmesen kezeltük most ezt a szituációt. Murka maradt lent a földön. Ahogy említettem, akkor így azt jelenti, hogy a haladás 34 pontos, a Honvéd 33, az előttünk álló Soroksár 35, a Soroksár most már 35 pontig ment előre. Úgymond, és a Budafok is 30 pontos. Tehát megint egy kicsit összébb rázódott a tabella, hiszen ha jelenlegi állást nézzük, minden így marad, hogy most van, akkor a 7. Soroksár és a 14. BVSC között csak 5 pont lenne. Nagyon-nagyon szoros itt a közepe a tabella középmezőnyen, amíg az alsóbb része, ugye, ami a bennmaradás és egy zajló harcot illeti. Dusinski került a földre, szabadrúgás az akvitálnak. Pető hátrál lassan. Nagy Zoárt kapta, és elsodorták előle végül. Karacs szerez labdát. Karacs egy picit hosszan tolta meg, de jó lett az. Hát, az nem jó Tamás Nándornak. Az nagyon hosszú volt, ezt nem lehetett volna elérni. Gazdag. És rosszul mérte fel ezt a szituációt. Talán ha tóra egy kettőt is ellövi, jobban jár. Egyébként az az érdekes szituáció lett fel, hogy az első félidőben segítette a Szél a hazai csapatot, aztán szünetbe elállt. Úgyhogy most már az akvitát nem segíti. De tényleg, amilyen hevesen kevergett itt az első félidőben, meg amilyen szél volt, az képest most semmi nincs, teljes szélcsend lett itt a szünetben. Dusinski passzolja ki, Mészáros tovább, de nem jól. A Szakály nem érhette el azt a labdát. Vissza egy zár az akvitál, Varga. Kártik hátra, Heil. Velünk egy időben zajló meccsek kivétel nélkül döntetlenre állnak, illetve egy kivétellel döntetlenre állnak, így helyes. Ugye a Vasas vezet a BVSC ellen. Itt viszont megindulhat Ternován. Pekár. Az veszélytelen.
50. perc, gól nélkül továbbra is. A hazai szurkolók Ádám Ferencet követelik a csapatba a hazai kispadtól. Sárga lap lesz, Dusinski kapja. Nem is vitatja, fiatal játékosunk jogos kártikot találta el. Ez a második sárga, az első, hogy a Szekszárdi kapta, őt le kellett cserélni, már nincs a pályán Dusinski. Most a második sárga lapos játékos. Kiemeli. Karacs. Ez nem volt jó. Karacs megint. És szöglet. Pekár a labdával, aztán megcsinálja kicsiben. Nem biztos, hogy jó ötlet volt. Bedobás. Uff! Saját játékos társát találta el Mészáros. Nem jut össze a felszabadítás, az itt Zelizié. Nagyon magabiztosan jött ki az Akvitál kapusa. Majd dobja ki a labdát, Heil útját próbálta állni, de kidobta végül a labdát. Zelizi, egy pedig így dobás lesz, elrúgták végül a labdát, Dobozi egész pontosan Tamás Nándi elől. Ott a fejes! Nagy védés voltám a hazai kapustól. Nagy Zoárd emelkedett és bólintott, nagyot védett a kapus. Megint csak kihagytunk egy helyzetet, azért jó lenne most már jobban megbecsülni ezeket. 53. perc, a második nagy csákvári lehetőség a meccsen. Varga. Na ide kár érte. Szakály elvégzi gyorsan, miközben Nahirni is el akarta végezni. Ez így a hazaiaké. Nagy Zoárdról ment ki, ő nem érti, pedig tényleg róla ment ki, ezt látszott itt sajnos, hogy nem ért hozzá végül senki. Tamás próbálja megfutni a védőt, Tamás Nándor zavarja, és mi lesz belőle, kirúgás? Nem, szöglet lesz szerintem. Jó van, ez szép zavaró repülés volt Tamástól. Szakály megy elvégezni a szögletet. Két helyzetünk volt, egy az első fél időben, egy az előbb. Mind a kétszer a hazaiak kapusa védett. Egy picit pontosabb célzás kellene, és akkor meg lehetne a következőnél a vezetés. Szakály. Jó, jön az be. Kicsúsztatja az egyik hazai játékos. Gazdag gyűjti be. Gazdag lövi vissza, az is jó. Ott meg elfejelik a hosszú oldalon. Murka elől, köszöni Murka a labdát. Nagy mentés volt Kártiktól. Mert a súranón a hosszú érkezett Murka Benedek. És a másik oldalról jött egy újabb beadás, hogy az előbb is onnan jött a szöglet, majd innen hozzánk közelebbről egy beadás, most megint csak egy szöglet a jobb oldalról. Szakály! Kibólintják, vissza belsőzi Tamás Nándor, és hárman rontanak a labdára, úgyhogy Mészárosnak vigyázni kell.
nagyon higgadtan az utolsó pillanatig kivárva Mészáros kiemelte, de megtartani sajnos nem tudjuk. Kártik. Kártikot zavarja meg Gazdag, és el is veszi tőle a labdát. Gazdag. Szakály. Szakály nem tud centerezni. Áj, de kár érte. Több volt benne. Sokáig kivárt Kártik, és nagyon határozottan Gazdag szerelte. Babós gyűjti be a labdát. Hát a második félidő egyelőre egyértelműen az Akvitálé, de hát ezért még nem adnak három pontot. Nagy Zoárt szerzi meg helytől. Ott a beadás, a fejes, és ez már bent van. Dusinski a gólszerző az 56. percben. Ezt mondtam, hogy Dusinski megszerezheti itt akár egy olyan pozíciót magának, kiharcolhat, amivel hosszú távon lehet vele számolni, akár a kezdőben is. Nagyon harcos labdaszerzés volt, és ezt a helyzetünket már nem rontjuk el. Ezúttal előkészítő volt Nagy Zoárd, jól centerezett, és a középen érkező Dusinski szépen lefejelte a kapufa mellé. Ezt már nem védhette hazai a kapusa sem. Az 56. percben most már 0-1-ezzel. A fiatal Dusinski fejesével, tehát megvan a vezetés. És azt, ha azt nézzük, hogy ez volt a meccs harmadik helyzete, és mind a három az Akvitálé volt, akkor nagyon nem lehet vitatkozni ennek a jogosságával, én úgy gondolom. Dusinski góljával 0-1. Na de még mindig sok van hátra, úgyhogy nem szabad ráülni egy 0-1-re, mert az még nem életbiztosítás. Közben egyébként az Ajka is betalált és megszerezte a vezetést a Gyirmót ellen. Miközben a Tiszakécske előnybe került Szegeden, na ez a nagy meglepetés, hogy a tabella élbolyához tartozó Szeged hátrányba kerül hazai pályán a Tiszakécskével szemben. Az utolsó utáni szalmaszálak egyikébe kapaszkodó Tiszakécske ellen. De hát mi foglalkozunk magunkkal, nézzük a saját meccsünket, itt 1-0-ra vezet az Akvitál. Csere is lesz majd a hazaiaknál. Készülődik 9-essel Gante. Ez pedig így az Akvitálé lesz. És ezt mondtam, hogy idegenben az Akvitál több pontot szerzett eddig, mint hazai pályán, és lehet, hogy majd folytatózik ez a tendencia. Semmit ne kiabáljunk, mert nagyon sok van még vissza ebből a meccsben. Emlékezhetünk, Budafokon ilyenkor még bőven a hazai csapat vezetett, aztán mi nyertünk a végén, szóval nagyon sok van még vissza, bőven meg lehet fordítani egy meccset, de oda kell figyelnünk. Ugyanakkor a hazai szurkolók már, hát nem tudom mennyire hallatszik be, nem idézem, mit kiabálnak. Maradjunk annyiban, hogy jelzővel, illetve emlegetik azt, hogy gyenge a produkció. Mindenkinek a fantáziájára bízom a többit. Most viszont jöhetnek a hazaiak. Karacs azt ki fogja engedni. Pekár sem túl nagy meggyőződéssel támadta a labdát. Ilyen is ritkán fordul, hogy a szurkolókat figyelmezteti a hangos bemondó, hogy sportszerűen szurkoljanak, és nem azért, mert az ellenfélel nem bánnak kesztyűs kézzel, hanem a saját csapatukkal. Kettős csere lesz, 18-as, 9-es. Lejön Ternován, és érkezik Galinte. És 8-as, 7-es. Kártik helyére jön majd 7-essel Ádám Ferenc, aki a hazai szurkolók egyik nagy kedvence. Na nézzük! Meglátjuk, hogy az Akvitál belenyúl esetleg a
csapatban, az Akitánál Tóth Balázs hogy nyúl bele a csapatba, mikor dönt úgy, hogy változtat esetleg? Babós, az nem a legjobb helyre ment ez a fejes. Ádám pillanatra rálépett a labdára. Ádám. Ádám adja be, az jól jön ám be. És egyenlít is rögtön a hazai csapat. Hihetetlen. Ádám adja a gólpaszt, aki egy perce sincs a pályán, és a hosszú oldalon Pekáról lemaradunk. Bebólintja. Egy-egy. Hát egy gyors gólváltást tették a csapatba. Gyakorlatilag egy perccel a pályára lépése után ki is egyenlít. Az ő gólpassza után Pekár. Egy-egy, kezdődik minden előről. Hát gyorsan fordultak itt a dolgok. Közben a Vasas már 2-0-ra vezet a BVSC ellen. És gyakorlatilag az első kaput eltaláló próbálkozása volt a... az egy elkésett belépő volt. Hát ez simán lapos megmozdulás volt szerintem. Cserél az Akvitál is majd. Méghozzá kettőt is, ha jól látom. De majd foglalkozunk a szabadrugás után ezzel. Lipcse jelen technikai vezető most megy oda, érezni a tartalékjáték vezetőnek a cserét. Az Akvitálnál, de előtte még Szakály szabadrúgása jön. Az egy kicsit mély volt, lehúzza a kapus. Elől nincsenek most hazaiak, úgyhogy nem sieti el a kirúgást a hálóőr. Ez jó labda volt. Varga. Ádám teszi át, ez nem jó. Kirúgás. Most jött a csere az Akvitálnál. Kettő csere tehát. Ugye meglátjuk, ki jön le, ki jön be. 34-es, 14-es. A gólszerző Dusinski hagyja el a pályát, a 64. percben is az ő helyére érkezik Farkas Aurél. Dusinski abszolút jól játszott, szépen teljesített. Most viszont jön egy kicsit rutin a középpályára. És Tamás Nendor is elhagyja a pályát, az ő helyére jön Jablonszki Oleg. Ez a 64. percben tehát. Murka emeli ki. Nagy Zoár tovább fejeli, de Vargához. Varga meg rossz helyre, az meg szabadrúgás lesz. Jablonszkit nyomták el a levegőbe. Egy gyors gólváltás itt, 5 percen belül 2 gól. Ezzel most Color City Kazincbarcika, Akvitál 1-1. A délutáni végeredmények Budafok Honvéd 1-0, Soroksár haladás 1-1. Velünk egy időben Ajka Gyirmót 1-0, Pécs Kozár Miskolc 2-2, Szeged Tisza Kécske 0-1, Vasas BVSC 2-0. Az messze pattant az a labda, megtartjuk. Jablonszki elő pedig kivágják. Kérdés csak az, hogy szöglet vagy bedobás lesz, mindjárt meglátjuk, én innen nem láttam, hol ment ki. Szöglet ezek szerint, azt mutatja az asszisztens, úgyhogy sarokrúgás következik. 65. perc a meccsen.
Na nézzük, Szakály szöglete. Legurítja. A lövés, beleállnak. Aztán Jablonszky állította meg szabálytalanul ellenfelé. Talán felesleges volt, mert ott volt biztosítani hátul Mészáros. És sárga lapot is kap Jablonszky. Megjegyzem, az előbb a hazai oldalra is járt volna, ezt továbbra is tartom egy elkésett rossz ütemű belépőnél. Murka, uff! Az hogy lehet szabadrúgás oda, amikor Murka rúgta a labdát? Labdát biztos, vagy lábat biztos, hogy nem ért. Mindegy. Ott volt a játékvezető, gyorsan elvégzi. Pekár, az veszélytelen. Kirúgás. Zelizi. Szakály tovább. Na, hírni nem fér oda, Mészáros fejeli vissza, és ez így nagy zavárdé lesz, nagy. Leviszi a földre Heil. Szabadrúgás. Szakály kér elnézést, vagy gyorsan elvégezni, de nem volt pontos. Mészáros. Murka. Még egyszer, de nem pontosan sajnos. Csak kapott gólót egy picit, ezért nyilván a hazaiak feljöttek, még egy picit visszaestünk, jó lenne visszatérni a nyugodt játékhoz, ami eddig megvolt bennünk. Nagy Zavárdot futtatjuk meg egy labdával, meg is tolja Nagy, és le is rázza magáról, helyt középen jön. Szakály, de nem volt jó a centerezés. Nem volt benne elég erő, és így fennakadt a visszafutó Dobozin. Aztán viszont mi támadunk le, és majdnem sikerül is zavart okozni Kazincz Barcika védelmében. Hát pörgősebb a második fél idő, mint az első volt, nem csak a két gól miatt, azon kívül is. 69. perc a meccsen. 1-1. Kiment a labda, úgyhogy dobhat az Akvitál. Pető nem tudta bent tartani. Mészáros. Ez szerintem csákvári dobás lesz. Akkor nem. Tóth Balást figyelmezteti valamiért a játékvezető, aztán lepacsiznak. Azt a bedobást reklamálta Akvitál szakvezetője. Vargat passzolja föl. Ez jó meglátás. Jön be a labda. Farkas Auré lemeli ki azok után, hogy Murka lekészítette. Jablonszky megpróbálja utolérni, de nem tudja. Nyilván az egyenlítő gól meghozta a hazai szurkolók hangját is. És hát a korábbi minőségbeli kifogások úgymond most nem jönnek elő, átmentek biztatásba. Mivel erről is kell, hogy szóljon egy labdarúgó mérkőzés. Farkas Aurél szerezett két ember között labdát. Szakály. Jablonszkyhoz egy hajszálpontos labda. Jó a csel, az pedig szabadrúgás lesz. Jó volt az induló csel. Ezt már be lehet lőni a kapu előterébe.
Ajka Gyirmót 1-0, Pécs Kozár Miszlány 2-2, Szeged Tiszakécske 0-1, Vasas BVSC 2-0, nincs tehát változása velünk párhuzamosan zajló mérkőzéseken. Szakály. Lapos, ezt kifejelik. Mészáros, visszabólintja, de pont nem jó helyre, és vigyázni kell, de ott vagyunk. Odaért Murka, blokkolta az indítást, dobhatnak a hazaiak. Az OTP Bank Ligában is zajlik most egy mérkőzés, éppen a 28. percben Mezőkövest Ferencváros 0-0. Az jó! De jön a kapus is, és fejjel. Szakály megpróbálta volna egyből visszalőni, de kísérte őt egy védő, úgyhogy nem tudott egyből lőni, de ez nagy mentés volt most. Az sem rossz, Varga odaér. Lemarad barcikai játékos. Szabálytalanság nem volt szerintem. Gantének ezzel együtt nagyon fáj. Jön a segítség. Reméljük, nincs komoly baj. Mindenesetre sajnos nem úgy tűnik. Csere lesz már. Akkor itt azért súlyosabb sérülés. Itt már azt mutatják a Kazincbarcika játékos, hogy cserélni kell. Gante most jött be, nem is olyan régen, alig 12-13 perccel ezelőtt. Mert a második kényszeri cseréje lenne a hazai csapatnak. Igen, cserélnek is, de a vendég oldalon Nagy Zoárt hagyja el a pályát, és érkezik Simon, aki a Pécs ellen győztes gólt szerzett. Centerben változtatunk tehát, a rutinos Simon a pályán, aki a legutóbbi fordulóban még a válogatott szünet előtt a Pécs ellen a 87. percben győztes gólt fejelt. És 4 gólos most már ebben a szezonban, ugye 7-et lőtt Nagy Zoárt, 4-et Simon, 11 gólos a két centerünk. Ők lőtték azért a gólok nagyját, és hát ne feledjük el, Nagy Zoár neve mellé majd egy assziszt is oda került, hiszen az ő beadását búrintotta a hálóba Dusinski. És közben már készül a cseréhez majd a Kazincbarcika, amely egyelőre létszám hátrányban, és majd cserél egy pluszt is, ha jól látom. Tehát lesz plusz cseréje is még ezen a kényszerű cserén kívül a hazai csapatnak, mely most egyelőre létszám hátrányban a pályán. Már mennek is oda gyorsan a cserét intézni a hazaiak. Murka. Simon. Simon megtartja. Szakály. Elakad a passz Varga sarkában. Babús. Ott van még, az a kapusé. A lehető legrosszabb helyre fejelte most Mészáros, de szerencsére nagy baj nem lett belőle. Nem tudtak lefordulni a hazaiak. Hátra kerül a kapusig, most nem támadjuk a hálóőrt.
elhozza, Inte. Itt viszont már kiengedheti a labdát Jablonszki, és akkor most jön a csere. 91-es, 77-es. Kotula érkezik Dobozi helyére. És ugye 9-es, 17-es a megszérült Gantét pedig Kurdics váltja. Kotula és Kurdics a két új játékos, és akkor most már teljes létszámban a hazai csapat. Most már a hazaiak dobhatnak. 14 perc a rendes játékidőből. Babós nem tudta kiengedni, mert nem ment, de kiment. Ezek szerint kint volt már. Akkor így viszont kirúgás jön majd. Két csapat őszi meccs és döntetlent hozott egyébként Csákváron. Ott akkor gól nélküli eredmény született, 0-0-val zárult. Lakvitál FC Color City Kazincbarcika mérkőzés, még szeptember 27-én játszották azt a meccset a csapatok. Na, leveszi valaki? Hazaiak fogják, és most vigyázz, mert van mélységből induló játékos, bizony van ám. Pekár készíti le, és blokkolják a lövést, de ott van még. Itt látszott, amikor már a beindulásnál, Pekár beindulásánál, hogy ebből baj lehet, és bizony helyzet is lett belőle. Na, az kiről ment ki? Vargáról dobhat az Akvitál. Na, még egy fejes, most viszont nincs ott senki. Az dobás lesz az Akvitálnak. Nagyon erőltetik a csapatok ezt a légi balettet, de viszonylag kevés eredménnyel. Eladjuk a bedobásnál. Ilyet nem szabad elkövetni, ilyen hibát saját térfélen. Mert tovább. Jó volt a blokk. Ez veszélyes volt. Ez veszélyes volt. Még mindig ott van, Karas fejeli el. Aztán még mindig oda pattan, nem tudunk felszabadítani, de már les volt közben. A többi pályán közben voltak történések, érik a meglepetés Szegeden. Szeged Tiszakécske 0-2. És több gól ugyan nem volt, viszont volt két piros lap is. Pécs-Kozár-Misleny mérkőzésen a vendégek kaptak piros lapot. 2-2 a Pécs ember előnyben játszott az utolsó tucatnyi percben a győzelemért. Véhetően a Kozár-Misleny ott most már így aláírja, hogy aláírná az X-et is. És a Vasas BVSC meccsen a BVSC egyik játékosát állították ki. Úgyhogy nem elég, hogy két gólos hátrányban van a BVSC, de ember hátrányba is került. Simonról lehámozták már a meszt, előnyszabályt mutatott a játékvezető, mutatva, hogy látta a szabálytalanságot, de mivel maradt az Akvitálnál, nem fújta le. Szakály forgódik, és csak kifordul két ember közül, Szakály, az szabadrúgás.
Ez a Tiszakécske két gólos vezetése mindenképpen meglepetés. Az nem kérdés, hogy nagy meglepetés. Igaz, még mindig nagyon messze a bennmaradást érő helyektől a Tiszakécske ezzel a győzelemmel is, még mindig 8 pont a hátránya a bennmaradó helyhez képest, a BVSC-hez képest, illetve a Budafokhoz, a két 30 pontoshoz. Itt ma, ha kikapott volna a Tiszakécske, akkor én azt mondtam volna, hogy lehet, hogy a második kieső hely is eldőlt, így még nem biztos azért, de nagyon, nagyon kell kapkodnia magát a Kécskének itt a hajrában. Nagy dolgokat kell bemutatnia, tényleg az utolsó utáni szalmaszába kapaszkodva vezetnek Szegeden. Na de nézzük a mi meccsünket, Szakályi Velibe, a csúsztatás! Az hogy ment ott el? Azt onnantól kezdve, hogy ott belefejelt, simon mindenki csak szemmel verte. Murka belsőzi, vissza Jablonszki menne el az embere mellett, szabadrúgás lesz. Simon pörgeti tovább, és nincs! Les! Áj, elhagyja a labdát gazdag. Ó, pedig ez is helyzet lehetett volna. Hát sajnos a támadójátékunk nem az igazi ma. Nem vagyunk elég hatékonyak. Közben az OTP-ben Liga mérkőzése, Mezőkövesd Ferencváros 0-1, a listavezető megszerezte a vezetést. Murka kapott egyet ott a combjára Ádámtól, a szabadrugást pedig mondanám, hogy elvégezte az Akvitál, de visszafújják nem jó helyről. Végezte el a vendégcsapat. Hátrébről kell elvégezni, de gyorsan elvégzi a bedobást az Akvitál. Kár volt elsietni. Mondom, nem vagyunk elég hatékonyak, valahogy az ellenfél térfelén, ez igaz akkor is, hogyha lőttünk, illetve fejeltünk egy gólt. Sajnos sok helyzetet kihagytunk, ugyanakkor örömtelés sok helyzetünk is volt azért, megvoltak a lehetőségeink. Sajnos nem tudtunk úgy élni vele, hogy meglegyen az előny. És vigyázni kell, nehogy ott a végén baj legyen. Szerencsére két ember közül jól lép ki Murka. Ezt olvasta most ezt a paszt a hazai védelemből Süttő. És jöhet előre a Kazincbarcika. 85. perc kezdődik már meg, mire ezt itt bent tartja, mondom én, Ádám. Nem a legjobban találja el Karacs, így dobás lesz. A következő fordulóban a Vasas lesz az ellenfelünk hazai pályán, ez egy nagyon kemény meccs lesz, nagyon nehéz meccs lesz. Ott biztos, hogy jobban kell gazdálkodnunk a helyzeteinkkel. Kicsit megfuttatja a kapust a védő, de megoldják a hazaiak végül szépen. Ádám nem indult, jön Zelizi, ez az övé lesz. Nem is viszi be a 16-osra. Kiteszi Nahirnének. Babós. Nahirné megint. 5 perc rendes játékidőből. Jöjjenek már!
Murka elfejelte, jött, és az utasítás egyébként hátulról, hát nem, Zelizi kiabált, hogy Benny fejjel, és el is fejelte Murka. Más kérdés, hogy most elindulnak a vendégek, de gyönyörű volt Murka szerelésed, tanítani valóan lopta el a labdát. Farkas. Így már lesz. Szabadrúgás kifelé. Mind a két csapat próbálkozik. Azt nem lehet mondani, hogy beállnak, és akkor őrzik az egy-egyet. Ugye a belga bajnokságban volt most ebből nagy balhé, hogy az egyik mérkőzésen mind a két csapatnak jó volt az egy-egy, és a végén beálltak úgy, hogy egymásnak passzolgatták a labdát, és senki nem ment előre. Aki vizsgálatot is indította a szövetség, sőt az összes játékost, aki pályán volt, akkor eltiltotta. Hát itt most ez nem jellemző, izgalmas lesz itt a vége. 3,5 perc a rendes játékidővel, plusz a hosszabbítás, meglátjuk, mire jut egyik vagy másik csapat. Itt most nagyon kell figyelnie az Aquitának. Nehogy egy pontrugásból bajba kerüljünk a végén. Kifelé kanyarodik a labda, de van fejes, viszont nem veszélyes, kirúgás jön. Ugye ez biztos, hogy a adás 34 pontos lesz, ha nyer az Ajka, amely most ugye 1-0-ra vezet a Gyirmont ellen, akkor neki is 34 pontja lesz, és hogyha ez a meccs döntetlen lesz, akkor itt az Aquitának és a Kazincz Barcikának is. Szóval a 4-33 pontos csapat után most ezzel a forduló után lenne 4-34 pontos. De hát még messze vagyunk ettől, ez csak ugye előzetesen belengetlem úgymond, hogy akár ez is megtörténhet. Murka, vigyázni az ilyen passzokkal. Babós. Elsőre igazított, majd felküldi Simon felé, de ez magas volt neki. Visszafejelik a védők. Pekár kerül a földre. Aztán Murkával akaszkodnak össze. Szabadrúgás lesz a hazaiaknak. Nyilván egy kicsit... feszültebb lesz itt a hangulat a végére. Ez pont olyan szögből jön ez a szabadrúgás, hogy fel lehet oda lőni. Na nézzük, még ott a játékvezető rendet tesz, odahívta magához Pekárt és Simont. Aztán még a többieknek is elmondja a magáét, szépen elment vele az idő. Már a 90. percben járunk. Simon, lapos volt ez a labda, Gazdag meg rás tartól a labdára még. Hát a zavarba tudja hozni a kapust. Hát nem is lett tökéletes felívelés, de még eljutott Ádámhoz, ő meg belövi a védők mögé, de ezzel izé. Zelizi, 15 másodperc a rendes játékidőből. Zelizi nyújtja meg előre, Szakály befejeli középre Gazdagnak. Gazdag. És ott Jablonszky rárajtolhat, Jablonszky pedig be is futja azt a labdát. Középen most jön Simon. Simon kapja, Simon még mindig, de nincs kinek lekészíteni. Simon ráfordul, de nem tudott ellőni két ember között. Ez meg így most a hazaiaké. Miközben látjuk már, hogy 2 perc lesz a hosszabbítás, ugyanis lejárt a rendes játékidő. Yes!
szabadrúgás lesz a hazaiaknak. A rendes játékidőben Dusinski és Pekár góljaival 1-1. Ez biztos. Hogy a hosszabbítás végén mi lesz, azt meglátjuk egy jó másfél perc múlva. Hogy ki, vagy melyik csapat kockáztat még bele ebbe a meccsbe, nem tudom. Ez fellővi a kapus, az biztos, aztán meglátja majd a Barcika, hogy mit tud kezdeni még ezzel a helyzettel. Fel is lövik bizony. Babós elfejeli, de nem hosszan, ott van még egy lövés. Ez messze-messze mellé. Veszélyesebbnek tűnt maga a lövés, mint amilyen volt egyébként, mert még a háló fogót is elkerülte végül. És mire elvégzi a kirúgást, majd zelizi már, bőven az utolsó percben vagyunk, a hosszabbítás utolsó percében. Dusinski fejesével vezetett az Akvitál, az 56. percben, majd 5 perccel később ezt ki is egyenlítette Pekár. De szélre lövi, zelizi, megcsúsztatta Simon, de nem ment emberhez. Még van fél perc, úgyhogy figyelni kell. Murka emeli ki, Varga megveszi. Áj, nem tudott indulni gazdag, Jablonszki meg ugye védekezett. Viszont lejár most már a hosszabbítás szerintem. Megcsúsztatják a Zelizié, és akkor most már azt mondom, hogy ez a mérkőzés így ér véget, így is van. Dusinski fejes góljára 5 percen belül válaszolt a hazai csapat, úgyhogy Color City Kazincz Barcika, Akvitál FC 1-1, folytatás jövő héten hazai pályán. Zsidai Ádám, operatőr kollégám nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Németh Zoltánt hallották, egy ponttal térünk haza tehát Kazincz Barcikáról. Folytatás majd haza.